Európa legjobb családi vállalkozása díját kapta az olasz Teleki Daniel kastélyszállót működtető Rácz Lilla és Rácz Attila. Nemrég Brüsszelbe vehettétek át Európa legjobb családi vállalkozása díjat. Mit értékelt a bizottság? A teljes kritériumrendszer az nem ismeretes számunkra sem, viszont amit nagyon kihangsúlyoztak a díjátadón is, és amit értékeltek, az, hogy olyan vállalkozásokat díjaztak, akik úgymond követendő példát jelenthetnek más kis vállalkozások számára is, és akiknek a hatása az a saját tevékenységi területükön egy picit túlmutat. Hogy került sor erre a megmérettetésre? Inkább erre a megmérettetésre Winkler Gyura európai képviselő úr jelölt, és igazából az ottani minden országból érkező jelölések alapján az ottani zsűri döntötte el, hogy kinek ítéli a díjat, és nagyon örültünk, hogy ebben a kategóriában ránk esett a választás. És mint családi vállalkozásnak átadott díj, ez nem csak a szűk családunkat jelenti, hanem ebben nagy-nagy, és annak, hogy ekkora népszerűségnek örvendünk, abban nagy-nagy szerepe van annak a, mondjuk azt, hogy tágabb családnak is, amit jelentenek a nálunk dolgozó kollégák, akik nap mint nap részesei és megteremtik a méltó elismerésre való körülményeket, illetve hát az egész erdővidék, azok a vállalkozók, magánszemélyek, akik ugyancsak partnerként és szolgáltatásaikat nyújtva bekapcsolódtak ebbe a turisztikai vállalkozásba, amit mi nyújtunk a vendégeknek. Várhatóan lesz-e valamilyen hatása az erdővidéki partnereitekre? Ez az elismerés. Mindenképpen abban is reménykedek, hogy ez a díj is, amellett, hogy egy elismerés, ösztönzésként is foghatni, ösztönzésként arra, hogy minél többen felismerjék a turizmusban rejlő lehetőségeket, hogy minél többen vállalják azt, hogy olyan turisztikai szolgáltatásokat nyújtanak, nyújtunk közösen, és partnerként tekintünk egymásra, amelyek valós értéket nyújtanak az ide érkező vendégek számára, és remélem, hogy ennek lesz egy ilyen ösztönző hatása is, és igen, remélem, hogy mindazok, akik ennek részesei, ők is egy picit magukénak érzik ezt az elismerést. Nagyon szépen köszönöm, és további sok sikert kívánok. Köszönjük a szépen. Munkátokhoz.